Elmesélek most egy kisebb történetet. Van egy falu Amerikában. Ez a falu azt csinálja, hogy nagyon-nagyon sikeres, tehát borzasztóan sikeres, mindenki szinte boldog, nincsenek nagyobb problémák, nem omlik össze, nincs 27%-os adókulcs. A sikerük titka az, hogy amint 1500 fölé emelkedik a falunak a népessége, abban a pillanatban elkezdenek, vesznek egy másik földet, mondjuk 10 kilométerre arrébb, és elkezdik kiépíteni, mint falut. És ez úgy működik, hogy azok az emberek nem tudják, tehát úgy van megcsinálva, hogy 1500 fölött ugye körülbelül 10 évig kell építeni azt a falut, vagy 5, és ez alatt ugye összegyűlik annyi ember, hogy ketté kell, mondjuk 2000-nél ketté kell vágni a falut. Tehát az egyik fele megy az új részre, és a másik fele marad itt. Viszont senki nem tudja, hogy ki fog oda menni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor építik a falut, akkor nem úgy építik ki, nem végeznek rossz munkát, mert tudják, hogy benne van a pakliban, hogy ők oda fognak kerülni. Nyilván én nem akarok olyan munkáját teretni, ami szar, aztán 5 év múlva meg ott fogok dolgozni, és utána majd fogom a fejem, hogy baszki, ezt én csináltam. Ezt úgy érik el, hogy nem tudják, hogy ki fog menni és ki fog maradni. Ez egy nagyon-nagyon komplikált, mikor kész van a falu, egy nagyon-nagyon komplikált rendszer, egy teljesen véletlenszerű. Tehát azon az estén, azon az estén, mielőtt költözne ki a falu fele, még akkor se tudják, hogy ki fog menni és kimarad. Ez aznap reggel dől el, tehát mindenki összeszedi a cuccát, mindenki összecsomagol, az is, aki marad, mert nem tudják, hogy kimarad és ki fog elmenni. És abban a pillanatban, amikor készen van, amikor reggel megmondják, hogy merre kell menni, akkor teljesen véletlenszerűen dől el, hogy melyik család marad és melyik család költözik ki a másik falu részre. Na most ez az emberiség egyik legbrilliánsabb rendszere a társaság és munkahely és maga életvitel építéshez. Ezek az emberek általában farmerek voltak, tehát a földeken dolgoztak, és egyszerűen hihetetlen, tehát hogy gondolj bele, hogy ha neked kéne kiépítened mondjuk egy kórházat, ugye te csinálnád meg annak a rendszerét, úgy, hogy benne van a pakliban, hogy te abban majd fogsz dolgozni, akkor nyilvánvalóan nem végeznél rossz munkát, mert nem szeretnél olyan helyre kerülni, ahol neked rossz. És itt ez egy olyan fajta művészet, annyira meg van ragadva a történet, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát annyira okosan van kitalálva ez, hogy nyilván, tehát ugye, mert most felbérelek valakit, és akkor csinálj nekem egy kórházat, nyilvánvalóan lesznek olyan dolgok, amikbe simán bele fognak szarni, ilyen kifejezéssel, mert hát őket mit érdekli ez az egész, ő nem fog oda járni kórházba, ő semmi. Viszont ha tudja, hogy majd egy időben oda kell lesz mennie, lesz egy olyan lehetőség, lesz egy olyan véletlenszerű választás, hogy neki majd ott kell lesz lennie, akkor nyilvánvalóan ő azt fogja eldönteni, hogy akkor inkább jóra csinálja, nehogy a végén az legyen, hogy kikerül és egy teljesen használhatatlan, rossz környezetbeli, alacsony minőségű és képviseletű hely lesz az egész, ahol nem lehet megmaradni. Tehát nyilvánvalóan mindenki a legjobbat akarja kihozni belőle, mert van egy akkora lehetőség, hogy oda fog kerülni. Egy ilyen 50-50. És elgondolkodtam rajta, hogy ez mennyire okos ötlet, mennyire jól van kitalálva. Tehát ez olyan, mintha ha most a YouTube félbeszakadna, és az lenne, hogy most az egyik fele használja a YouTube-ot, a másik a YouTube 2-t. És mondjuk nekünk kéne, tehát mindannyiunknak kiépíteni a YouTube 2-t. És nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy ki marad itt és ki megy el oda, de nyilvánvalóan mindenki olyanra szeretné csinálni, ami ennek neki jó, tehát ami mindenkinek jó, mert megvan a lehetőség, hogy távozunk, és ott fogunk lenni többet, tehát ott azt a videószájtot fogod nézegetni. Ez most ezzel a példával jöttem fel, mert ez itt a YouTube. Csak hogy mindenki értse, tehát nagyon-nagyon érdekes szerintem, nagyon tanulhatnánk tőlük, nagyon-nagyon sokat lehetne tőlük tanulni. Úgyhogy én így el is döntöttem, hogy fogok így gondolkodni. Tehát amikor én videót fogok csinálni, akkor úgy fogok gondolkodni, hogy
hogy mindenki megpróbálja benne megtalálni azt, amit szeretne. Ha nyilvánvalóan lesz olyan, hogy nem sikerül, de megpróbálom mindig azt csinálni, hogy végig gondolom, hogy minek örülne más, mi lenne az a formáció, ami másba találna egy kicsit. Ez olyan, mint mikor valaki, tehát senki nem röhög egy olyan mondaton, amit én kitaláltam arra, hogy direkt vicces legyen, viszont egy valaki nevetett is. És már is ugye megvan a kontraszt, hogy még annak az egy embernek is, még ő is talált benne valami szórakoztatót. Tehát próbáljunk meg úgy gondolkodni, hogy ne csináljunk rosszul dolgokat, csak azért, mert másnak csináljuk. Mert bele tudjuk azt képzelni, nyilván ez nálunk nem működik ez a rendszer, mert mindjárt összeomlik az egész Magyarország, de próbáljuk azt elképzelni, hogy mondjuk csinálsz egy honlapot, weblap szerkesztő vagy, és olyanra szeretném megcsinálni, amiért te is elvárnál, hogyha neked lenne egy ilyen problémád, és kérnél egy honlapot. Te is elvárnál, hogy jól nézzen ki, és olyan legyen, amiért fizettél. Tehát mindig próbáljunk meg olyat csinálni, amire tudnánk, vagy csak képzeljük bele, hogy más, hogy viszonyulna ehhez. Nem azt mondom, hogy másnak a véleménye jobban számít, mint a sajátod, amikor csinálsz valamit te, hanem hogy ha ezt mások elé viszed, mint mondjuk a mainstream vagy sima média, az online média mondjuk, tehát mint például ez, amit én csinálok, ezt elétek viszem, és várom a reakciókat. És megpróbálom mindig olyanra csinálni, hogy mindenki találjon benne valamit. Nyilván természetesen elkerülhetetlen, hogy lesz valaki, akinek nem fog tetszeni. Ugyanis lesznek valakik, nem lesz valaki. De ettől függetlenül, ha már csak egy ember is talált benne valami szórakoztatót, akkor azt mondom, hogy már megérte ezt megcsinálni. Úgyhogy remélem áthoztam valamit, most ez már direkt olyanra akartam csinálni, hogy itt mindenki értse, hogy miről van szó. Azért is hoztam fel ezt a témát két különböző módon. Egy kis történettel és egy saját elgondolással. Úgyhogy remélem tetszett, lájkoljátok, ha igen, diszlájkoljátok, ha nem. Ugye, megint a visszajelzés. Sziasztok!